A brazilok szempontjából balliós felhők az égen a magyarok elleni meccs előtt. Pelé ugyanis nem játszik sérül. Tehát Magyarország, Brazília. Nagy lendülettel kezdenek a dél-amerikaiak. Sipos állítja meg akciójukat. Egy nagy gelei védés. Aztán támadunk. Itt a brazil kapus tündököl. És Bene fantasztikus gólt lő. 1-0-ra vezeti. Tostão egyenlít. 1-1. Sipos mentése a gólvonalról. A második félidő kezdődik. Jön befelé a labda, Farkas mellé. És aztán az a csodagól. Farkas kapásból óriási, felejthetetlen gólt lő. 2-1. Albert remekül kígyózik át. Bene befelé a 16-oson belülre, és fölvágják. 11-es a javunkra. Mészöly nem hibáz. 3-1, és ez a végeredmény. Ismét együtt láthattuk a kedvenceket. Azokat, akikért tegnap vagy tegnap előtt még vörösre tapsoltuk tenyerünket, vagy reketre kiabáltuk torkunkat. Ennyi jó labdarúgót, nem túlzás, napjainkban sehol a világon sem lehet együtt látni. Nem csak azokról szólunk most itt, akik elköszöntek, de említsük meg azokat is, akik a zöldjepen búcsúztatták őket. Élükön százszoros válogatottunkkal, Bozsik Józseffel, azután Grosics Gyulával, Mátrai Sándorral, Budai Lászlóval, Göröcs Jánossal, Albert Flóriánnal, Tihi Lajossal, Sipos Ferenccel, Buzánszki Jenővel és a többiek. Mészöly Kálmán néhány perccel a mérkőzés lefújása előtt elhagyta a pályát. Egykori mestere, Baróti Lajos, akitől klubjában és a válogatottban egyaránt sokat tanult, egy utolsó öleléssel köszöntötte játékosát. Thank you.
Alberti, Albert elindul újra előre. Viszi fel a labdát, egyszerűen faképnél hagy mindenkit, ott a Bene talán. Bene kiugrik, nincs lesz, a 16-osnál egy kell, még egy kell. Viszi ki jobbra, lökik a bíró, lökték, 11-es, 11-es, 11-es! Néző Kálmán, minden bizalmunk benned van, és közben Rákosi se néz oda, Baróti se néz oda, visszaugrik a kabinban. Néző, most fut a labdának, jobb lábbal lő. Gól! Bravo Kálmán, megvan a harmadik! Aztán Matesz mellett, aztán újra Albertik, elkipik én Brandin között! Viszi föl, fut fel a labdával, még mindig nála! Albert egykel, nem van a 16-oson belül! Ballal még egy, tovább, Farkas lő! Gól! Gól! Ő nem adja meg a bíró! Nem lehet! Ne, gyerekek, hagyjuk a bírót! Nem volt les, de a bíró nem adta meg! Tibi! Józsi! Nyugalom! Csak nyugalom! Csapó, Sanyi! De itt van a csapó, mi van? Na de szóljál, hogyha probléma van! Mi? Vedd közzé! Lajos! Karcsi! Ki kell játszanod magadat? Nem létezik, egyszer ne süljön itt a lábad és ne jöjjön be! Mehetsz. A Müller sonokáért tessék vigyázni, vissza is kell jönni a 7-es számú játékos. A Lundon megy továbbra is az, és aki bejön ide, a Nyilasi TV mellett védekezni. Jó, Karcsi? Keményen, határozottan, nincs izé. Jó, jelentkezni. Itt a határbíró. Ideges voltam, megmondom őszintén, utoljára ilyen szituációban talán 82-ös VB előtt voltam a norvég mérkőzés előtt, amikor szintén te közelítetted, és egy-egy rált a fél idő. És mi volt az öltözőben a fél időben, mert ez most nyilván nagyon sok embert érdekel. Kemény voltál?
Igen, hát tulajdonképpen nekünk ez az utolsó, egyik utolsó lehetőségünk volt, ugye, hogy itt csak a győzelem volt az, ami azt jelentheti, hogy egy újabb lehetőségünk van megméretésre, hogy érdemesek-e vagyunk arra, hogy továbbra is M1-esek legyünk, mert most jön az osztályzó. Zvara Csepregi mellett, jó a visszahúzott labdája, egy sarkazás, egy gyönyörű gól.